Uzsorást fogtak Bátony terenyén, a férfi 100%-os kamatra adott hitelt rászorulóknak. Új főiskola alapítását tervezi Salgótarján önkormányzata, mérnökképzést indítanának. Kínai delegáció érkezett Bátony terenyére, a város vezetésével tárgyaltak, fejlesztési lehetőségekről volt szó. Ez a Híradó, köszöntöm Önöket! Uzsorást fogtak el a terrorelhárítási központ munkatársai Bátony terenyén. A férfi a gyanú szerint havi rendszerességgel 100%-os kamatra adott több ezer forint hitelt a rászorulóknak. A gyanúsított emellett több embert arra kényszerített, hogy a nevére írassák ingatlanjaikat. A 45 éves férfit őrizetbe vették, uzsora bűncselekmény és zsarolás megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya uzsora bűncselekmények és zsarolás büntette miatt folytatott büntetőeljárást egy 45 éves bátonyterenyei férfi ellen. Az eddig rendelkezésre álló adataink alapján a férfi 2012. januárjától napjainkig több rászorulónak nyújtott 100%-os kamatra kölcsönt. A családok az összegek visszafizetésekor a férfinak a teljes jövedelmüket fizették ki, ezzel őket súlyos nélkülözésnek tette ki. Megállapítás nyert az is, hogy több szemét élet és testi épség ellen irányuló súlyos fenyegetéssel arra bírt rá, hogy ingatlanjaikat nevére írassák, anélkül, hogy annak vételárát kifizette volna a sértettek részére. A bűnügyi osztály és a felderítő osztály együttműködve a terrorelhárítási központ munkatársait kérték fel az elkövető elfogására, akik 2013. július 10-én a reggeli órákban a 45 éves férfit Bátonyterenye belterületén elfogták, és a rendőrfőkapitányságra előállították. A kollégáim, a nyomozók kihallgatták gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a férfit, és előterjesztést tettek előzetes letartóztatására is. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Salgótarjánban. Dankóné Nagy Éva, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság szóvivője, Híradónknak elmondta, egy személygépkocsi vezetője veszített el uralmát járműve felett, megcsúszott, az árokba hajtott, majd egy házkerítésének ütközve állt meg. A Széchenyi úton történt balesetben az autó 51 éves férfi vezetője a helyszínen életét vesztette. Bozót vágó késsel támadt egy buszmegállóban várakozó nőre egy kazári férfi. Az 58 éves helyi lakos előzőleg erőszakosan kínálgatta itallal a nőt, aki ezt visszautasította. A gyanúsított erre bedühödött, majd a közeli lakásából kihozott egy bozótvágókést, azzal a ház előtti postaládába és kerítésbe vágott, közben pedig folyamatosan fenyegette és szidalmazta a nőt. A rendőrök bejelentésre kiérkeztek a helyszínre, ahol elfogták a gyanúsítottat és garázdaság miatt indítottak ellene eljárást. Kínai delegáció érkezett a napokban Bátony terenyére. Fejlesztésekről, illetve beruházási lehetőségekről tárgyaltak a város vezetőjével, valamint az itteni delegáció tagjaival. Szó volt többek között a szénbányászat újraindításáról, illetve egy napelem összeszerelő üzem létrehozásáról is. A közel két órás megbeszélés végül üzleti ebéddel zárult, amely után Bátony terenye önkormányzata is meghívást kapott Kínába, ahol tovább folytathatják majd a tárgyalásokat. Próbáltunk a magyar delegáció részéről megérinteni pár olyan együttműködési területet, ahová esetlegesen a kínai tőke bejöhet, ahová elvihetik a jó hírünket. Ez a két terület a szénbányászat újraindítása Bátony terenyén, a másik pedig egy energetikai elképzelés, tehát egy napelem telepek vagy napelem összeszerelő üzem létrehozása a Bátony terenyén, és ehhez mutattunk meg számukra pár területet, amit esetlegesen ki lehetne ajánlani. A megbeszélés, egy két órás megbeszélés volt, egy üzleti ebéddel zárult, és kaptunk invitációt Kínába, úgyhogy elképzelhető, hogy a közeljövőben tudjuk folytatni majd Kínában ezt a megbeszélést. Meggyorsult a nemzetközi kapcsolatok kiépítés, hogy így mondjam. Ha jól tudom, 2010 előtt volt egy kistérségi megállapodás Tornalja kistérséggel vagy járással, illetve Bátonyterenye városának volt egy testvérsági kapcsolat a Fülek városával, vagy a határon túl Szlovákiában. Azóta ezek meggyorsultak, és most már örömmel jelenthetjük, hogy több várossal vagyunk kapcsolatban, mind a visegrádi négyek tekintetében, mind pedig a régi nagy Magyarország tekintetében, sőt most már ezen túlmutatva is. Ha visegrádi négyekről beszélünk, akkor beszélnünk kell első körben a tavaly felvett kapcsolathoz Kobilnyicával. Ez egy lengyel város, Dansz mellett Észak Lengyelországban, ahol egy nemzetközi fesztiválon vettünk részt az előző évben, és most is van kint magyar csoport, akik fel fognak lépni ezen a fesztiválon. Ebben az évben vették fel a kapcsolatot velünk egy cseh
település, Jirkov városa, ahol még nem került aláírásra a testvérsi megállapodás, de ettől függetlenül már elindultak a tárgyalások, és épp a hét elején volt egy másik település is, ahol látogatást tettem, Frugyin települése, ami egyébként kapcsolatban van Bátony terenjében, a tekintetben, hogy az Alukov csoportnak az érdekkörébe tartozik, tehát az Alukov csoport onnan nőtt ki, akik Bátony terenés céget hoztak létre, és az ottani cégavatóra hívtak meg bennünket, és tudtam találkozni a helyi polgármesterrel, illetve Becsó Zsoltán úrral voltunk a megyei közgyűlésnél, és az ottani megyei közgyűlésnél is, tehát úgy néz ki, hogy mind megyei, mind pedig városi szinten egy újabb cseh kapcsolatra tudunk majd szert tenni. Eközben még Iponyi település jelezte, hogy szeretne testvéri települési kapcsolat kötni Bátony terenyel, ugye ez egy felvidéki település. Ne feledkezzünk el Szászrégennel, ahol idén már harmadszor lesznek majd csoportok majd részt a születi mulatságon, és bízom benne, hogy ezen túl még majd újabb településekkel tud bővülni ezeknek a száma. Új főiskola alapítását tervezi Salgó-Tarján önkormányzata. Ezért a városvezetés 15 fős küldöttsége a napokban Zalaegerszegen tanulmányozta az ottani főiskola működését, adta hírül a Nógrád megyei hírlap. A város polgármestere a lapnak elmondta, a megyei önkormányzattal közösen nyújtott évi 120 millió forintos támogatással 3,5 évvel el tudják halasztani a budapesti gazdasági főiskola Salgó-Tarján intézetének bezárását, ám a BGF szenátusi döntése alapján már tavaly sem indulhatott az intézményben első évfolyamos képzés, a végzősök pedig Budapesten fejezik be tanulmányaikat. A városvezetés a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Főiskolával folytatott előkészítő tárgyalásokat egy új intézmény vagy tagintézmény alapításáról. Alapvetően mérnökképzést szeretnének a városban. Tehetségnapot tartottak a közelmúltban a Salgó-Tarjáni Gagarin Általános Iskolában. A Nemzeti Tehetségprogram szervezésében több előadáson is részt vehettek az érdeklődők. Többek között Simon Tibor, a KIK Salgó-Tarjáni tankerületének igazgatója számolt be eddigi tapasztalatairól, illetve Kormos Dénes mutatta be a tehetségsegítő hálózatokat. Dancsó János asztalos mester 7.-8. osztályos növendékeinek faipari munkáit is megtekinthették a Gagarin iskolába látogatók. A tehetségnap alkalmából továbbá számos képzőművészeti alkotás is várta az érdeklődőket. Mocsári Zoltánné, a Salgó-Tarján Fülek térségi tehetségsegítő tanács elnöke híradóknak elmondta, előadásokkal is színesítették a rendezvényt. Többek között Simon Tibor, a KIK Salgó-Tarjáni tankerületének igazgatója számolt be eddigi tapasztalatairól, illetve Kormos Dénes, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum tagja és a Tehetségsegítő Tanácsok koordinátora mutatta be a tehetségsegítő hálózatokat, illetve ismertette annak új lehetőségeit. A Saigon zenekar szervezésében már hagyományosan 9. alkalommal rendezték meg Salgóbányán a nemzetközi rocktábort. A szervezők célja továbbra is a rockzene életben tartása volt. Ennek érdekében gálaműsort is tartottak Kazáron és Bátony terenyén július 12-e és 13-a között. Ezen a két helyszínen összesen 10 zenekar lépett fel. Tehetséges fiatalokból sem volt hiány az idei rockgálán. A legfiatalabb dobos, Merész Levente egy éve ismerkedik a zenei műfajjal, most 10 éves. Ennyire szereted a rockzenét, meg szereted ezeket a fajta zenéket? Nagyon szeretem. Itt nem csak a fiatalabbak tanulnak az idősebbektől, hanem ahogy nézzük a fiatalokat, az idősebbek is mindig azért figyelünk egy-két dolog, okosságot, amit a fiataloktól is el lehet lesni. Nagyon jó dolog, igazából ilyen napra muzsikál mindenki, és mindenki tanul a másiktól. Tehát ez kölcsönös, nagyon jó. A Saigon zenekar szervezésében már hagyományosan 9. alkalommal rendezték meg Salgóbányán a nemzetközi rocktábort. A szervezők célja továbbra is a zenei műfaj életben tartása volt. Ennek érdekében gálaműsort is tartottak Kazáron és Bátony terenyén július 12-e és 13-a között. Ezen a két helyszínen összesen 10 zenekar lépett fel. De azt szeretnénk, hogyha nem halnak ki a rockzene, tovább szeretnénk vinni a hagyományait a rockzenének. A nemzetközi tábort és gálát jövőre is megrendezik. A 10. jubileumi rendezvényen a tervek szerint Salgó-Tarján testvérvárosainak zenekara is fellépnek majd. Tehetséggondozó tábort tartottak hátrányos helyzetű fiataloknak a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok alkalmából. A táborban résztvevő 50 gyermek képző és zeneművészeti foglalkozásokon, illetve erdei sétákon vehetett részt. A fiatalok többek között Nógrád megyéből érkeztek, de szép számmal voltak Heves és Pest megyéből is. Thank you.
50 hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt ingyenesen a Muzsikál az erdő tehetséggondozó táborában. A Nógrád, Heves és Pest megyéből érkezett fiatalok közel egy héten keresztül ismerkedhettek a hangszerekkel, valamint a képzőművészeti technikákkal. A délelőtti órák foglalkozásokkal szakmai irányítás mellett eltek, ilyenkor készültek a képzőművészeti rész alkotásai, a fafaragások, a festmények, a grafikák, a linómetszetek, illetve a zenei részlegnél gyakorlással telt, kamaramuzsikával telt a délelőtt. A délutánok pedig a Muzsikál az erdő rendezvénysorozathoz kapcsolódott, úgyhogy mentünk mi is az aktuális helyszínre, és ott részt vettünk a programokon. Nagyon jól éreztem magam, bevallom őszintén, úgy jöttem ide, hogy jaj, biztos unalmas lesz, meg ilyenek, de semmi erről nem volt szó. A délelőttünk is jó telt el, ugyanis a szeretett cselló tanárnőnk tanított minket, kameráztunk két csellista társammal, illetve egyénileg is foglalkozott velünk. Délutánonként pedig az egész tábor, erdőbe jártunk, kirándulni voltunk, túráztunk, és este felé pedig sokat beszélgettünk, játszottunk együtt. A gyermekek zenei és képzőművészeti oktatáson is részt vettek a mostani tehetséggondozó táborban, és a fafaragással is megismerkedhettek. A legszebb alkotásokból kiállítást is rendeztek. Van értelme ennek az egész munkának, valóban megvalósult a tehetséggondozás, csak körbe kell legeltetnünk a szemünket itt a csodálatos képeken. Megjelenik az erdő, az erdei életközösség, különféle madarak, fű, fa, virág, és mindenféle csodálatos képzőművészeti alkotás. Ezek a fafaragások is önmagukért beszélnek, amelyet bükkfába és juharfába faragtak a gyerekek, illetve a művész úr. Fantasztikus érzés, ezért kezdtük el, és úgy gondolom, hogy van eredménye. A Muzsikál az erdő tehetséggondozó tábor erdei sétával zárult, ahol a gyermekek számot adhattak eddig megszerzett tudásukról. Nógrád megyében hozta a legkisebb termés átlagot az őszi árpa. Hektáronként 3,7 tonnát, közölte az MTI-vel a Vidékfejlesztési Minisztérium. A tájékoztatóból kiderül az is, hogy a legmagasabb átlagot Tolna megyében jegyezték 5,3 tonnával hektáronként. Kiemelkedő hozamot ért el Fejér megye is, hektáronkénti 5 tonnás átlaggal. Őszi árpából eddig országosan mintegy 856 ezer tonna került a magtárakba, búzából pedig 1,9 millió tonna. Ez bőven fedezni fogja az országos étkezési és takarmány szükségletet, és jelentősebb mennyiség exportra is jut. Még a virágzás előtt elkezdte a Bátonyterenyei önkormányzat a parlagfű írtását. A kaszálást 15 közmunkás végzi a város tulajdonában lévő területeken. Tudtuk meg Horváth Tibor alpolgármestertől, aki híradónknak kifejtette, fontos feladatuknak érzik a számos allergiás beteg életét megnehezítő gyomnövény írtását. Talajhoz közel megfogjuk a parlagfüvet, és hogyha sikerül, akkor gyökerestől kitépjük. A parlagfű írtására ez a legalkalmasabb időszak. A növény július közepén kezd virágozni. A hónap végétől szeptember közepéig magas a levegő parlagfű pollen koncentrációja. Bátonyterenye önkormányzata még a virágzás előtt elkezdte a számos allergiás beteg életét megnehezítő növény írtását, illetve folyamatosan kaszálják a szennyezett területeket. Azonban nem csak az önkormányzatnak, hanem a kert tulajdonosoknak is kötelességük a gyommentesítés. Ezt törvény írja elő. Amennyiben nem tesznek eleget az előírásoknak, büntetésre számíthatnak. A bírság a belterületek esetében a jegyző 30 ezer forintig, van egy önkormányzati rendelet, amelyben 30 ezer forintig terjedő bírság szabható ki. Ez egy önkormányzati rendelet. A mezőgazdasági területek esetében ettől jóval nagyobb összegekről lehet szó. Ott a vonatkozó törvény akár több 10 milliós vagy 100 milliós bírság kiszabását is lehetővé teszi. Természetesen ez már nagy mezőgazdasági gazdálkodók esetében, de általában ott is a 15 ezertől 15 millióig terjed a alapvető bírság. A még hatékonyabb védekezést már parlagfű bejelentő rendszer is segíti, amely július eleje óta aktívan működik, közölte Fazekas Sándor az informatikai alkalmazás bemutatóján. A vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta, a rendszer működtetése azért fontos a szaktárcának, mert a parlagfű pollenektől nagyon sok ember szenved. Az allergiások helyzetét kívánja könnyebbé tenni a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal által fenntartott elérhetőség, amely meggyorsítja a lakossági bejelentések feldolgozását. A parlagfű bejelentő rendszer, amely
egy magyar fejlesztés, magyar szellemi termék, most már teljesen működőképes, fölállt, és reményeink szerint lehetővé teszi azt, hogyha valahol palakfüvet találunk, hogyha látjuk, hogy egy területen ez a növény előfordul, akkor meg tudjuk határozni a helyét, be tudjuk jelenteni a Navyhez, és a különböző hatóságok, akár önkormányzatok, akár más hatóságok tudják mozgósítani azokat, akiknek a feladata a palakfű írtása, fel tudják hívni rá a figyelmet. A parlagfű bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat segítségével bárki akár otthonról bejelentést tegyen az általa talált parlagfűves területről, valamint mobiltelefonjával is rögzítheti a terület jellemzőit, és a helyszínről fényképet is készíthet. Majd az összesített bejelentést egy gombnyomással elküldheti. Nőtt az álláshirdetések száma Nógrádban. Az álláskeresők több mint 500 új hirdetés között válogathattak a profession.hu felületén 2013 második negyedévében. Megyénkben az értékesítők mellett a mérnököket keresték leginkább a cégek. A portál adataiból kiderül, hogy a pályakezdőknek nehezebb itt, mint a többi megyében. Nógrádban ugyanis csak a meghirdetett álláshelyek 1%-a szól nekik. A legkeresettebbek a pár éves munkatapasztalattal rendelkező diplomások, de a diákmunka piaca is felélénkült. Országos szinten a meghirdetett állások 37%-ánál jelölnek meg feltételként valamilyen szintű nyelvtudást. Ez az arány Nógrád megyére is igaz. A munkáltatók legtöbb esetben 5 évnél hosszabb munkatapasztalatot jelöltek be a kritériumok között. Az adatokból kitűnik az is, hogy országosan Nógrád megyében a legkevesebb az álláshirdető cégek száma. Uzsorást fogtak Bátony terenyén, a férfi 100%-os kamatra adott hitelt rászorulóknak. Új főiskola alapítását tervezi Salgótarján önkormányzata, mérnökképzést indítanának. Kínai delegáció érkezett Bátony terenyére, a város vezetésével tárgyaltak, fejlesztési lehetőségekről volt szó. Híradónkat látták, a viszontlátásra.